Ez lesz a mai egyenes beszéd. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket a stúdióban. Itt van már Márki-Zay Péter, az ellenzék közös miniszterelnök jelöltje. Jó estét kívánok. Jó estét kívánok. Kezdjük a vitával. Ugye újra tulajdonképpen vitára hívta Orbán Viktort, és azt mondta, hogy egészen biztos benne, hogy lesz vita. Miért biztos ebben? Hát szerintem, hogy április 3-áig minden nap elmondjuk, hogy legyen vita, és ráadásul olyan neves fideszes politikusok is támogatták ezt a kérdést, akiket leszólított a sajtó egy fideszes kongresszus előtt. Úgy gondolom, hogy Orbán nem menekülhet el egy vita elől. Hát, Hollik István nyilatkozott ugye a Fidesz nevében, hogy biztos, hogy nem lesz, mert hogy úgy fogalmazott, hogy egy beosztottal nem fog vitázni Orbán Viktor miniszterelnök, mert hogy ön beosztott Gyurcsány Ferenc. Hát nyilvánvalóan, hogyha a hat párt és a civilek összefogtak, akkor, és ugye nyilván látszik is időnként, hogy egy csomó kérdésben nincs egyetértés, tehát nincs főnök, nincs beosztott sem. De hogyha ez lenne a logika, akkor én miért állnék ki Orbán Viktorral, akkor rögtön Putyint kellene kihívjam, vagy a kínai kommunista pártot. Ha Orbán nem tudja a kínai kommunisták nélkül eldönteni, hogy a mi pénzükből merre menjen a vasút, vagy nem tudja Putyin nélkül, hogy mondjam, eldönteni, hogy ő támogathatja az úzvölgyi temető megmaradását, vagy éppenséggel el kell zárnia a gázcsapot Ukrajna felé, akkor Orbán Viktor egy beosztott. Ennek ellenére azt gondolom, hogy a magyar választópolgárok, amikor miniszterelnököt választanak, amikor kormányt és természetesen parlamentet választanak, akkor igenis joguk van, hogy ne hazugságokról szóljon a kampány, ne hazugságokat adjunk a másik szájába, hanem tényekkel vitatkozzunk. Ezért ki kell állni Orbán Viktornak, és kell, hogy legyen egy nyílt, köztévében közvetített, élő vita. Egyébként ezután el tudja azt képzelni valóban, hogy leül önnel vitezni, amikor azt mondja, lebeosztott, nem látom magam előtt, amikor majd azt mondja Orbán Viktor, hogy hát mégsem beosztott Márki-Zay Péter, akkor mégis leülök vele vitatkozni. Miért lenne érdeke Orbán Viktornak önnel vitezni? Ez a lényeg. Én azt gondolom, hogy azért lesz érdeke, mert még a fideszesek sem akarnak egy olyan emberre szavazni, aki nem mer kiállni egy nyílt vitára, hanem mindenféle hazugságokat terjeszt az ellenfeléről. De a fideszesek azt mondhatják, hogy ön terjeszt hazugságokat, mert fideszesek ők a Fideszben bíznak, az ön hívei nyilván önben bíznak, tehát mindenki mást mond. Miért érdekel, hogyha mondjuk megnézzük a kutatásokat, nem mutatják ezek a kutatások, hogy megrecsent volna mondjuk a miniszterelnök népszerűsége, vagy a Fidesz támogatói. Ugye ki így, ki úgy méri önöket, ki fej mellett, ugye attól függ, hogy ki méri. Van, ahol vezet az ellenzéki összefogás, van, ahol meg a Fidesz vezet egy picit. Nem látszik olyan nagy különbség? Egy valamiben konzisztensek a választók, én ezt megtapasztaltam, hogy azt a politikust, aki nem mer kiállni egy vitára, arra nem lesznek büszkék, azt szégyelni fogják. Ha a fideszesek szégyelik Orbán Viktort, akkor valószínűleg Orbán Viktor előbb-utóbb rá fog jönni arra, hogy neki ki kell állni egy vitára, hogy nem bujdokolhat ez elől, nem bujdokolhat az igazság elől, hiszen tényekkel lehet vitatkozni, nem hazugságpropagandával. Beszéljünk az eredményekről, beszéljünk arról, hogy ki hozza be migránsokat, például, hogy más nem mondjak. Ez elől a vita elől Orbán Viktor nem menekülhet. De ő meg, ezt mondjuk nem vagyok Orbán Viktor szóvivője, csak mondjuk lehet, hogy azt mondja, hogy pénzosztás van, béremelés próbálkozik. Van, árbefagyasztás van, kamatstop van, 13. havi nyugdíj van. Tehát... Erről mind beszélhetünk, ezért kell vitázni. Így van, hogy valóban azt látják ki a magyarok, hogyha elmennek nyugatra, mert valamiért ők nem Kipcsakok és nem Putyinhoz és Erdoğanhoz járnak, azt látják ki, hogy ott is a csirkefarhát árát kell befagyasztani. Nyugaton ugyanis nem ilyen eszközökkel védekeztek. A tesztelés, hogyha már erről beszélünk, például az egészségügy. Hogyha megnézik a magyarok, hogy milyen egészségügyet szeretnének, akkor rájönnek, hogy nem olyat, amit Orbán Viktor adott nekik, nem olyat, ahol 40 ezer magyar veszítette már az életét. Ausztriában ingyen tesztekkel védekeztek a Covid ellen, Magyarországon ingyen parkolással. Azért lássuk be, hogy ez nem az, amit a magyar emberek érdemelnek. Meg az oltásokkal, ugye azt mondja erre a kormány, hogy itt volt először a legtöbb oltás, és aztán miért maradt le? Egy ideig az ezekről nagyon szépen lehetne beszélgetni Orbán Viktorral, hogy lehet az, hogyha először valóban tényleg nagyon szépen elindult az oltás, most pedig perelik emberek, akik kínai oltást kaptak és meghaltak, illetve hát az hozzátartozóik perelik természetesen. Tehát ezekről, igen. Milyen alapon döntöttek a kínai vakcina beszerzése és 60 év feletti embereknek való beadása mellett? Ez a kérdés. Egy vita miatt jobban látnák ezt az emberek ön szerint? Miért nem látják? Most megint ugye csak a kutatásokra tudok hivatkozni. Ott van a Völner ügy, ott van a Pegazus ügy, tehát azért sorolhatnánk az ügyeket. Most a legfrissebb láttam, hogy reagált is a Városháza ezen kirobbant ügyre, amit most Karácsony Gergely robbantott ki. Miért nem látják akkor ezt az emberek? Az a különbség egy hazugsággyár, egy propagandaminisztérium termékei között, és egy nyílt vita között, ami egy Szovjetunió, meg a nyugati demokráciák között.
az embereknek joga van egy nyílt vitához. Egy nyílt vitában ugyanis Orbán Viktor is elmondhatja, hogy ő miért telepíti be a migránsokat, miért akarta beadni a Sinopharm vakcinát 60 év feletti magyaroknak, meg én is elmondhatom azokat a tényeket, amik szerint ez végtelen nagy hiba volt, és hány embernek az életébe került. Menjünk tovább egy picit, ugye a Fidesz kampánya jól látszik tulajdonképpen, az új plakátkampány is most már önnel és Gyurcsány Ferenccel, megemlegettem a pénzosztást. Az ellenzék kampányát az elmúlt egy hónapban hogyan értékeli? Mondjuk itt van az aláírásgyűjtés, megvan-e már a 200 ezer? Biztos, hogy meg lesz a héten, és le fogjuk adni, tehát ebben teljesen biztos vagyok. Péntekig meg lesz? Én úgy gondolom, hogy péntekig meg lesz. De ha már plakátkampányt hirdetett, vagy említett, akkor ugye az ellenzéki plakátokat is lehet látni akármerre megy, és ezt folytatni fogjuk. Megteremtettük a felületeket is, megteremtettük az üzeneteket is. Az ellenzék közös kiadványai, közös arculatával, közös fellépés van. Én azt gondolom, hogy megteremtettük az egységet, és egységből lesz a többség. Tehát már ma is több ellenzéki szavazó van Magyarországon, mint Fideszes. Nekünk az a célunk, hogy mindenki lássa azt a lehetőséget, hogy egy ereszkedő, egyre korruptabb, egyre nagyobb halálozást mutató és egyre szegényebb ország helyett mi egy olyan emelkedő Magyarországban hiszünk, és meg is tudjuk teremteni, ahol nem a csirkefarhátárát kell hatósági árassá tenni. Minden ellenzéki párt teljes maximális erőbedobással kampányol? Én merem remélni, természetesen ez a kérésem feléjük, igen. Reméli, vagy úgy látja, hogy ez így van? Ugye Donát Anna miatt, Donát Annának volt egy kritikája ezzel kapcsolatban. Mert 2 hónappal ezelőtt? Nem, a Népszavának adott múlt héten egy interjút erről. Vannak egyébként, azt látom, a pártok egymás között még nem mindenbe egyeztek meg. Én mindenképpen arra kértem őket is, minden aktivistájukat is, hogy független attól, hogy az adott körzetben az ő jelöltjük van, vagy nem az ő jelöltjük van, a közös ellenzék, közös győzelme érdekében mindenki teljes erőt bedobással küzdjön. És hiába látják úgy egyesek, hogy jaj, a másik biztos kevesebbet tett bele, én azt gondolom, hogy ne azt méricskéljük, és ne azt nézzük, hogy egy másik párt aktivistája, vagy egy másik ember mit tett bele, mi mindannyian, és azt gondolom, hogy valamennyi tisztességes magyar embernek ez a feladata, mi 7 nappal átéve teljes erőbedobással dolgozunk, és akkor meg lesz a siker. Miért nem esnek már túl az egész listaállításon? Itt is Donát Annára tudnék hivatkozni, hogy azt mondja, hogy a DK és a Jobbik ezt gátolja, vagy visszatartja, és amíg ezzel vannak elfoglalva a pártok, addig nem tudnak igazán a programmal foglalkozni, nem tudnak igazán kampányolni. A jó hír az, hogy emellett azért rendkívül intenzíven kampányolnak, és a programok is szinte elkészültek, vagy én azt gondolom, hogy most már elkészültek. Tehát gyakorlatilag a program is megvan, a közös jelöltek is megvannak, és az aláírásgyűjtés is nagyon jó halad, hamarosan befejeződik, és akkor rá fogunk fordulni. Az előválasztás, népszavazás, kormányváltás hármasából az utolsó nagy közös feladatunkra, a kormányváltásra. És igen, én is azt várom, hogy az ellenzéki pártok most már az utolsó simításokat is a listán tegyék meg, egyezzenek meg, és mindannyian... Nem vesz részt ezeken a tárgyalásokon? Az én feltételemet elmondtam, azokat a legfontosabb feltételeket teljesítik a pártok, ezt az ígéretet kaptam. Most ő rajtuk a sor, ők egymás között meg fognak egyezni, nekem az a legfontosabb példa, hogy ki lesz az első 5 helyen. És ebben most úgy tűnik, hogy egység van, az első 5 helyen a legnépszerűbb ellenzéki politikusok lesznek. Én azt gondolom, hogy ez például egy komoly siker kritérium. Ezzel tudunk igazán győzni többek között. És a közös munkával. Elsősorban mindenkinek dolgoznia kell. Nem csak a 7. frakció volt az egyik kérése, hanem az is, hogy 3 roma képviselő legyen befutó helyen. Az ATV.hu-nak van egy olyan sajtóinformáció, vagy van egy olyan információja, hogy most hétvégén találkoztak a pártok vezetői, ön tudott erről, de nem volt ott, és egy újabb nemet fog kapni erre a kérésére. Mit tud erről? Hát ezt az információt többek között Jakab Péter már sajtónyilatkozatban cáfolta. Tehát úgy látom, hogy ez egy hamis információ volt. Azt nem tudom, hogy ki és milyen szándékkal terjeszt ilyen információkat, de továbbra is kitartok amellett, és úgy gondolom, hogy a pártok ezt megértették, hogy egy 1 milliós magyar roma közösséget, a cigányságot nem szabad megalázni azzal, hogy teszünk nekik egy felelős és nemes gesztust, egy ígéretet, és utána ezt nem teljesítjük. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a hazai cigányság teljes biztonságban lehet amellett, hogy én az utolsó pillanatig és mindvégig küzdeni fogok azért, hogy ők is, egyébként idővel természetesen a civilek és a konzervatív emberek is mindannyian megfelelően képviselve legyünk a parlamentben. Nagyon fontos, hogy a hazai cigányság végre 3 évtized után valódi esélyt kapjon a felemelkedésre, a középosztály létre. De erre akkor kapott ígéretet most, hogy azt mondja, hogy hamis ez az információ, tehát hogy nem igaz, hogy nemet kap a pártoktól, de akkor kap egy igent rá? Módszertani kérdések vannak hátra, én ezt elmondtam, és mindenki azzal biztat, hogy természetesen tudomásul vették, és ezt teljesíteni fogják. Világos. A program, ami a helyzet? Pár hete azt mondta, hogy 10% az, ami hibázik. Van-e előrelépés ebben? Gyakorlatilag teljes mértékben megegyeztünk a program kérdéseiben. Mindaz, amit mi most kommunikálni szeretnénk, ebben teljes egység van.
Amiben nem volt egyesség, az egyik a miniszterelnöki ciklus, hogy maximum ugye két cikluson át lehessen valaki miniszterelnök, akkor ebben is megegyeztek. Nem, ez az, amire azt mondtam, hogy amit mi kommunikálni fogunk, abban teljes egység van. Én például határozottan azt képviselem, hogy minél több fék és ellensúly kell egy új alkotmányba, és pont az alkotmány kérdése az, ahol még nagyon komoly szakmai viták vannak. Én szeretném, hogyha ebbe is előre jutnak, de azt gondolom, hogy ez nem a következő. Milyen téren van vita? Van, aki egy minimalista alkotmányt támogat, én szakértőkre hallgatva magam is azt gondolom. Az alkotmány az egyetlen olyan, úgymond jogszabály a jogi környezetben, amely nem arról szól, hogy nekünk választó polgároknak mit kell és mit kötelező, mit lehet megtennünk, hanem a hatalomról szól, mégpedig a hatalomnak a korlátairól. Tehát az alkotmánynak erről kell szólnia. Éppen ezért azt gondolom, hogy számos olyan jog, amit baloldali testvéreink, barátaink szeretnének benne látni. Én azt gondolom, hogy azok lehet sarkalatos törvénybe lehet kezelni, de nem feltétlenül az alkotmányban. Az alkotmánynak sok féket és ellensúlyt kell tartalmazni. Többek között azt is, hogy egy miniszterelnök maximum két cikluson keresztül tölthesse be ezt a hivatalt. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos fék és ellensúly, de olyan sok másik van. Hál' Istennek, ezeket mind, ezt kell biztosítani. Többet ne fordulhasson elő az, mint ami előfordult 2010 után, hogy valaki kisiklatja a demokráciát Magyarországon, mint egy vonatot. A másik vitás kérdés az euró bevezetése volt, és múlt héten a Telex információja volt, hogy megegyeztek ebben az ellenzék pártjai, tehát bevezetik az eurót Magyarországon, de tulajdonképpen nem is ezen ment a vita, hanem a határidőn ment a vita. Most megvan a határidő. Mi a határidő? Mert 5 év. 5 év. Akkor ezt megerősítem, ezt az ideig nem erősítették meg ebben is egyébként. Tehát 5 éven belül hogy csinálják ezt meg? Ahhoz elképesztő pénz kell, nem? Én nem vagyok közgazdász, de sok közgazdásszal beszélgettem erről. Üres kasszát örökölnek, azt mondják, teli adóssággal, rengeteg területen ígérnek önök is béremelést, sok területre költenének többet GDP arányosan. Az államadóság alatt 60%-ot kell, 60% alatt kell tartani, a költségvetési hiányt 300%-ot el kell vinni. Ezer milliárdok. Olyan volt jegybanki elnökök dolgoznak nekünk, mint például Bot Péter Ákos, vagy Surányi György, vagy jegybanki elnöknek a alelnök, mint Király Júlia. Tehát nagyon felelős emberek azok, akik beáraznak minden ellenzéki ígéretet, beütemezik a következő 4 évre, mi csak felelős, én ehhez ragaszkodom is egyébként, csak felelős ígéreteket teszünk, és azokat be is fogjuk tudni tartani. Az euró bevezetése az egy ilyen nagyon fontos sarkalatos kérdés, hiszen annak idén Orbán Viktor még azt ígérte 2002-ben, hogy ha hamarosan bevezetik, akkor talán egy 6 évet ígértek, ha jól emlékszem. Ezt azóta sem tette meg, pedig mi már 12 éve vezeti ezt az országot kétharmados fölhatalmazással, tehát azt nem lehet mondani, hogy bárki más megakadályozta volna ebben. Hogyha nem az a cél, hogy Matolcsy György és családja mennyit tud a Nemzeti Bankból a saját alapítványaira és saját üzleteire kivenni, 2-300 milliárdról beszélünk, hatalmas pénzről, hanem a magyar nyugdíjasoknak és a munkavállalóknak akarunk értékálló fizetést adni, hogy ne lehessen elinflálni a jövedelmüket és a nyugdíjaikat, és a magyar vállalkozóknak szeretnénk kiszámítható környezetet adni, akkor igenis szükség van az euróra. Hát 2027-ben, ha az ellenzék nyer, az eurónk lesz, ezt meg tudják ígérni 5 éven belül. Még egy dolog vissza, egy kicsit a plakátkampányra, van válasza erre? Ugye a Töfind indított most egy új plakátkampányt, ami hát mi a reakciója erre? Mini Feri, ugye ott van Gyurcsány Ferenc karján. Igen. Én azt gondolom, hogy ezek végtelenül szánalmas próbálkozások arra, hogy Orbán Viktor egy ilyen elterelő hadművelettel továbbra is garázdálkodjon ebben az országban. A választást nyilvánvalóan azért idekeznek megnyerni, hogy tovább lophassanak. Én azt szeretném, hogyha ez megváltozna. Természetesen nyilvánvaló, amikor Gyurcsány Ferencet támadják, akkor azt nem tudják megmagyarázni, hogy 2010-ben, amikor én utoljára még a Fideszre szavaztam, 2010-ben azt ígérték, hogy elszámoltatják a Gyurcsány kormányt. 12 év alatt mit sikerült ebből teljesíteniük? Én azt gondolom, hogy ez a legfényesebb bizonyíték arra, hogy mennyire szánalmas erőködés ez a gyurcsányozás a Fidesz részéről. Utolsó dolog, pénteken Orbán Viktor azt mondta az állami rádióban, hogy van egy nagyon nagy vita arról, hogy ezek a bizonyos szexuális szokások, mint a homoszexualitás, elvezetnek-e a pedofiliához. Tegnap itt volt Ungár Péter, reagált erre, meg egyébként sokan mások is reagáltak erre. Ön többször beszélt már erről a témáról, hogy mennyire álságos a Fidesz kommunikációja ezen a téren, mert hogy a Fideszben van a legtöbb homoszexuális. Ungár Klára azt mondta, hogy ez az a pont, amikor elő kell jönni az ellenzéknek a nevekkel. Van ilyen pont? Nem, én azt gondolom, hogy nincs ilyen pont. Kedves György, én azt szeretném mondani, hogy én olyan sokszor beszéltem már ezekről az elvekről, hogy különösebben kommentára nem szorul. Én mindenképpen azt gondolom, hogy az ellenzék teljesen egységes abban, hogy az embereket nem a bőrszínük, a származásuk vagy a szexuális orientációjuk alapján kell megítélni, hogy nem szabad összekeverni például a homoszexualitást és a pedofiliát, amit a Fidesz rendszeresen megtesz. Mi viszont mindig ki fogunk állni a
fideszes homoszexuálisok azon joga mellett is, hogy nekik ezt nem kell szégyelniük. Mi egy olyan országot akarunk, ahol ez sehol nem szégyen, ahol ezt a fideszes melegek is büszkén fölvállalhatják. Tehát ezt a fajta szellemiséget szeretnénk képviselni a jövőben is. Köszönöm, hogy itt volt nálunk. Köszönöm szépen.